Kuruzslással vádolják a tekintélyes fogtechnikust, aki több évtizedes pályája végén végzettség nélkül tört orvosi babérokra. Az történt, hogy legalább két beteggel elhitette, hogy ő egy fogorvos, és így kezelte őket. Azért bukott le, mert olyan műhibát védett, hogy az egyik pácienst azonnal meg kellett műtenie egy valódi fogorvosnak. Tömören, képekben mutatom, hogy mit fognak látni. Egy fogfájással kezdődött, de csúnya vége lett. Kuruzslás miatt állítottak bíróság elé áll fogorvosokat. A debreceni járásbíróságon találkozott megint mester és tanítványa. Egy 70 éves nyugdíjas férfi és egy 50 éves debreceni nő. Mindketten fogtechnikusok. Az idős férfi szakmájában az egyik legjobb. Jelenleg nyugdíjas, korábban a debreceni Dipsimus szakközépiskolában fogtechnikus gyakornokat tanított, illetőleg az azóta érvényes működési engedéllyel már nem rendelkező Dental Kft. Ügyvezetőjeként fogtechnikai rendelőt működtetett Debrecen utca 3-5 szám alatti telephelyén. Dolgozott és tanított. Például Debrecenben ebben az épületben működött egy szakgimnázium. A fogtechnikusok gyakorlati képzését egyrészt a tapasztalt mesterre bízták, akinek az egyik kollégája a most megvádolt nő volt. Korábban együtt tanított az elsőrendű vádlottal a Dipsimus szakközépiskolában, és innen ered a vádlott szakmai tartó ismerettsége, szakmai kapcsolata. Szakmájuk megbecsült és sikeres képviselőiként ismerték őket. Fogtechnikusok voltak, nem orvosok. Azonban 2021-ben az addig töretlen szakmai életút furcsa kanyart vett. Ez az első jelenet. Kimozdult a protézise, ezzel a panasszal tért be egy debreceni fogtechnikába egy asszony. Megnézték, mi a baja, majd a legtapasztaltabb fogtechnikushoz irányították. Így került az első beteg a most megvádolt nő kezei közé. Fogorvosi gyakorlatra való jogosultságot színlelve belenézett a sértett szájába, majd minden egyéb diagnosztikai vizsgálat nélkül közölte a sértettel, olyan rossz állapotban vannak meglévő felső fogai, hogy valamennyi fogát ki kell húzni. Mindezt az ottani kollégák tudta nélkül csinálta, állítja az ügyészség. A vádirat szerint a nő azt is közölte az asszonnyal, hogy másnapra tud időpontot egy debreceni fogorvoshoz, ahol majd elvégzik a szükséges beavatkozást. Ez az a környék. Állítólag itt van valahol, valamelyik sorházban a fogászati rendelő. Másnap reggel meg is érkezett a fogfájós asszony, akit már vártak. Egy fogorvosi rendelőnek kinéző helyiségbe vezették, ahol belépett egy idős, fehér köppenyes férfi. Bemutatkozás nélkül viselkedésével gyakorló fogorvos érzetét keltve egy kézi tükör segítségével megvizsgálta a sértett fogait, és a másodrendű vádlottal egyezően a fogeltávolítás mellett foglalt állást. Második jelenet. A nő érzéstelenítő injekciókat kapott, összesen 6-ot. Teljesen bekábult. Aztán sorban, egyenként kihúzták mind a 7 fogát. A fogászati beavatkozásról semmilyen egészségügyi dokumentáció nem készült, ellentételezésként a sértett számlázás nélkül 58 000 forintot fizetett ki közvetlenül a másodrendű vádlottnak. Utána felajánlották, hogy a hiányzó fogak helyett csinálnak neki fogpótlást. Nem kell messzire mennie, jó helyen jár. Hetek múltán el is készült az új protézis. Ám ekkor nem vár dolog történt. A fogatlan nő fia is panaszkodni kezdett. 2021. augusztus hónapban ő is erős fogfájásról számolt be az édesanyjának, ezért mivel az édesanyjának egyébként is az elkészült fogmű próbálására meg kellett volna jelennie a 11 szám alatti fogtechnikában, elkísérte őt. Anya és fia együtt mentek vissza a fogtechnikába, ahol megint elkapta őket az ott dolgozó 50 éves nő. Fogorvosi tevékenységben való jártasságot színlelve belenézett Gergő sértett szájába, majd röntgenfelvétel készítés és egyéb vizsgálatok elvégzése nélkül közölte, hogy a sértett 4 fogát el kell távolítani, egyet sem lehet ezek közül megmenteni. A menetrend ugyanaz volt. A nő felajánlotta, hogy időpontot foglal a debreceni fogorvoshoz. Most csak ezt a matricát találtuk az egyik kapura ragasztva. Anya és fia meg is jelentek a megbeszélt helyen és időben, ahol megint jött a fehér köppenyes öreg úr. Másodrendű vádlott a sértett alsó ínyébe beadott 5 érzéstelenítő injekciót, majd külön vizsgálat nélkül fegyes elsőrendű vádlott hozzákezdett a fogok eltávolításához. Megfogta, és kint volt az első fog. Aztán megragadta, és csavargatta a másodikat. A
második fog, bal első 36-os, M és D gyökere beletört az állkapocsba, amely miatt a sértetnek olyan elviselhetetlen fájdalmai jelentkeztek, amely miatt kérte a fogeltávolítások félbeszakítását. A fehér köpenyes nem tudta elállítani a vérzést, és nem tudta csillapítani a fájdalmat. Végül komolyabb ellátás nélkül elküldte a fiút. A család kétségbe esetten keresett egy szájsebészt, akinek másnap sürgős műtétet kellett elvégeznie a fiatalemberen. Ezek után merült fel, hogy ki végezte ezt a hentes munkát. Mindkét fogeltávolító tevékenység, vagyis a fog eltávolítása, extrakciója, érzéstelenítő injekció beadása fogorvosi kompetenciába elvégzendő tevékenységnek minősül, így fogorvos végzettségű és érvényes működési engedéllyel bíró személy végezheti csak ezt el, amelyek egyik vádlott sem rendelkezett. Kiderült, hogy sem a doktort játszó 50-es nő, sem a fehér köpenyes idős férfi nem fogorvos. Mindketten fogtechnikusok. Az ügyészség szerint túljátszották a szerepüket, megtévesztették a betegeket. A vádolom két rendbeli a BTK 187 szakasz 1 bekezdésében meghatározott, de a kettő bekezdés szerint minősülő büntetendő kuruzslás büntettével. Kuruzslás. A BTK szerint, aki ellenszolgáltatásért az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, az egy évvel büntethető. De a BTK azt is kimondja, hogy aki a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követi el, az már 3 év börtönt kockáztat. Nem ez az első eset, hogy fogtechnikusok átlépték a szakmai korlátokat. 2015-ben Nagykanizsán egy egész családot, az apát, a feleségét és a lányukat állították kuruzslás vádjával bíróság elé. A jól menő fogtechnikus család még 1998-ban felszerelt egy fogászati rendelőt, ahol alkalmazott fogorvosok dolgoztak. Évekig minden rendben ment, de 2011-ben már nem találtak fogorvost, aki alkalmazottként nekik dolgozzon. Ott volt a drága rendelő, a sok beteg. Ekkor döntöttek úgy, hogy fogtechnikusként fogorvosi kezeléseket is vállalnak. A vádlottak azt vallották, hogy kényszerhelyzetbe kerültek. Így tudták a pácienseket megtartani. Ezen tevékenység hiányában a BT csődbe ment volna, és családja megélhetése ellehetetlenült volna. A lányukra osztották a fogorvos szerepét, aki 2012-es lebukásáig legalább 80 embert kezelt jogosulatlanul. Tömött, húzott, gyökérkezelt, koronát rakott fel. Neki jobb volt a kézügyessége, és amikor korábban fogorvosok mellett asszisztensként dolgozott, látta, hogyan kell fogat tömni, húzni, és időközben szájsebészeti gyakorlatot is látott. Ahogy teltek a hónapok, egyre több műhiba történt. Volt olyan félrekezelt beteg, aki kórházban kötött ki. A nagykanizsai család így bukott le, és ezután vádolták meg őket kuruzslással. Elsőrendű vádlott, bűnös. Az álfogorvoslány másfél év börtönt kapott 3 évre felfüggesztve, és a szülei szintén megúszták felfüggesztettel. A vád most Debrecenben is kuruzslás, vagyis hogy orvosnak adták ki magukat. Csak hogy itt ennél többről is szó lehet. A becsapott nő 7 fogát vesztette el, a fia pedig 2-t, amelyek soha nem fognak már visszanőni. Maradandó és visszafordíthatatlan, amit velük tettek. Milliókba került, hogy helyrehozzák a bajt. Polgári jogi igényt kívánnak előterjeszteni, ha igen, milyen összegben? Igen, tisztelt bíróság, kívánunk polgári jogi igényt előterjeszteni, összesen 3.332.000 forint összegben. A visszafordíthatatlan testi következményekért egyelőre nem tették felelőssé a 2 álfogorvost. Pedig időközben további súlyos mulasztások derültek ki annál a nőnél, aki elvesztette 7 fogát. Röntgen felvételeket készítetett a fogai állapotáról, mely felvételek alapján derült ki, hogy 3 fog esetében is bennmaradtak az ínyben a foggyökerek. Sőt, egy orvosi szakvélemény szerint ki sem kellett volna húzni a nő fogait, azok is megtartották volna a protézisét. Nyomorúságos, ami történt. A debreceni járásbíróság előkészítő ülésén az ügyész indítványt tett az álfogorvosok, a mester és tanítványának büntetésére. Mértékes indítványa kíván élni a debreceni járásügyészség velük szemben. Mindkét vádlottal szemben egy-egy év börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztés, amelynek végrehajtását 2-2 év időtartamú próbaidőre felfüggesztés behatároznak meg. Az ügyész megelégedne felfüggesztett börtönnel,
de emellett indítványozta, hogy a magát fogorvosnak képzelő 70 éves férfit a bíróság 3 évre tiltsa el foglalkozása gyakorlásától, ne is mehessen betegek közelébe. A bíró először őt kérdezte. Kíván-e vallomást tenni, kíván-e beismerő vallomást tenni, nem kíván nyilatkozni. A 70 éves fogtechnikus mester után volt kollégáját, az 50 éves nőt szólította a bíró. Neki is a következő kérdésre kellett válaszolnia. Kíván-e vallomást tenni? Kíván-e vallomást tenni? A bíró csak ennyit kérdezett, de nem hangzott el az a konkrét kérdés, hogy a vádlott beismeri-e a bűnösségét a váddal egyezően. És a bíró nem tette fel azt a kérdést sem, hogy a vádlottak lemondanak-e a tárgyaláshoz fűződő jogukról. Ezek a formálisnak tűnő, de az előkészítő üléseken szokásos kérdések nem hangzottak el. Minden esetre a bírónak ennyi is elég volt, hogy az előkészítő ülést lezárja. A mai napra befejeztük önnel a meghallgatást, tárgyalást tűz ki a bíróság az ügyben, mégpedig március 20, 8 óra 30 perc. Az ügyben tárgyalás lesz, ahol várhatóan több tanút is meghallgat a bíróság. Emellett előszedik majd azokat a röntgenfelvételeket, amiket a foghúzások után már valódi fogorvosok készítettek a két beteg állkapcsáról. Mindenki arra kíváncsi, hogy az állfogorvosok a kuruzsláson túl okoztak-e egészségkárosodást a pórul járt asszonynak és a fiának. Éppen ezért a tárgyalás nem várt meglepetéseket is hozhat márciusban.